Az egyik sportrealityből is ismert Kocsis Lili és Király Béla segítette Aszkes táncosainak felkészülését. A tánccsoport már 20 éve minden alkalommal augusztus utolsó hetében tartja az edzőtáborát. A programon összeállítják a versenyszezon új koreográfiáit. A felkészülést már korábban megkezdik a Aszkesnél, hogy a nyár végén csak csiszolgatni kelljen a koreográfiákat. Az edzőtábor 5 napon keresztül reggeltől estig csak a táncról szól. A csoportok folyamatosan váltják egymást, hogy a pihenésre is legyen idő. A 6 koreográfia készül most itt az edzőtáborban, mini gyerek, junior és felnőtt kategóriában. Mi inkább a látványra törekszünk, tehát látványtánc formációban indulunk a versenyeken, ami ugye azt jelenti, hogy maga a táncban kell lenni egy történetnek, és hát ezt a nyár folyamán így kitaláljuk, zenét keresünk rá, majd itt az edzőtáborban két koreográfus segítségével valósítjuk meg. Kocsis Lili hosszú éveken keresztül volt fitnessversenyző és táncolt, több magyar és világbajnoki címet szerzett. Már korábban eldöntötte, ha abbahagyja a versenyzést, akkor gyerekekkel szeretne foglalkozni és átadni azt a tudást, amit az évek alatt megszerzett. Én mindig azt mondom az én gyerekeimnek, hogy egy a fontos, hogy élvezzék. Döntsék el, hogy mennyire szeretnék komolyan ezt az egészet, hogyha nagyon magas szinten szeretnék és versenyszerűen, akkor minden edzésen teljes koncentráció kell, de amellett, hogy koncentrálok, fogja meg azt az oldalát, hogy élvezem is. Én mindig élveztem és mindig szerettem csinálni, és talán ezért lehetek ma itt. Király Béla sportarobikkal kezdte pályafutását, majd a showtánccal folytatta, ahol világbajnoki címet szerzett. Volt egy komoly sérülése, és a felépülés közben kapott egy színházi felkérést egy táncos szerepre. Azóta ott is ragadt a színházban, és koreografál. Nagyon nehéz egyébként egy idegen terepen rövid idő alatt, tehát 5 nap alatt úgymond alkotni, és koreográfiát készíteni, mert nem ismerem a gyerekeket, hogy kihez kell szépen szólni, kihez keményebben, milyen stílust tudnak csinálni. De hát ugye mi a showtáncversenyekre mennek, így közel állt az én munkásságomhoz. Igaz, itt nem 1-2 órában, vagy 2,5 órában egy musicalben csináljuk meg a dolgot, a koreográfiát, vagy a történetet, hanem mondjuk 3-4 percben, tehát ez egy külön kihívás, de ugyanaz igazából, mint az én színházi világom, csak picibe. Farkas Fanni már évek óta tagja a Aszkes tánccsoportnak. Minden nyár végén nagyon várja az edzőtábort, hogy újdonságokat tanuljanak. Igazából feltöltődés, és már érezzük, hogy vége a nyárnak, ugye? Hát kezdődik nem sokára a versenyszezon. Hát én már 7 éve járok táncolni, igazából idén lesz 8, és már 4 éve versenyszerűen csinálom. A versenyszezon tavasszal indul be igazán, addig sok munka vár még a táncosokra. Szeptember 15-én a Honvéd Kaszinó előtt egy bemutatóval várják az érdeklődőket a Aszkes tagjai, hogy minél több fiatalban meghozzák a kedvet a tánchoz.